A többi közt a finn szövetség kapusképzésért felelős vezetője az olimpiai érmes Kari Lehtonen és az NHL-ben járatos játékos megfigyelő Lukas Hablicek is tartott előadást arról, milyen út vezet a sikerhez a jégkorongban. Persze Fehérváron régóta ismert a recept, de tartani kell a lépést a nemzetközi trendekkel, és lehet és kell is tanulni a tradicionális hoki nemzetek képviselőitől. A fehérvári jégkorong utánpótlás megkapta a Nemzeti Akadémia státuszt, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, ugye az elmúlt éveknek köszönhetően, vagy elmúlt évek eredményeknek köszönhető volt, illetve ránk egy külön feladat is hárult, mint módszertani központ, ugye megnevezésre kerültünk. Ennek a intézménynek fogalmazunk így az a feladata, hogy tudást hozzunk be a magyar jégkorongba, és próbáljuk meg megosztani a jégkorong társadalommal. Ez ennek köszönhető, hogy egy ilyen rendezvényt összehoztunk, olyan témákat boncolgattunk, ami korábban esetleg nem került elemzésre, vagy újdonságok, vagy olyan témák, amiben azt gondoljuk, hogy nagyot kell fejlődnünk. A korábbi első szakmai napon az erőlét gyakorlati kérdései kerültek terítékre. A második szimpóziumban a külföldről érkező nemzetközi szaktekintélyek vitték a prímet. A többi között Kemin Konstantin, a Hidrofehérvár AV19 sikeredzője, a válogatott szövetségi kapitánya is a katedrára lépett, és fontos kulisszatitkokat árult el a klubban és a nemzeti csapatban folyó edzésmunkáról.